Hát hello, üdvözlök mindenkit, Kubi vagyok, ez pedig itt a Software INC. Remélhetőleg ez a héten a második videó, ha nem sikerült elcsesztem valamit. Szóval, csinálunk egy-két dolgot. Jelen pillanatban egy ilyen kis közepes game assetet fogunk összetákolni. Ez nem árt, mindkettő csapatunk megkapja. Aztán majd a csapatokat egy kicsikét felosztjuk máshogy. Tehát egy csapat lesz, amiben így mindenkit összezsúfolunk. Egy líderrel, és az úgy szerintem egy fokkal jobban össze fogja tákolni az embereket. Na, most hogy van egy kis pénzünk, tudunk majd tovább építkezni. Szóval... Na. Ezt meg abba hagyjuk, mert nem kell már tovább reklámozni. Nem folyik be belőle már annyi pénz, hogy megéri a reklám. Lényegében. Fölveszünk szerintem cleaningest. Így van. És szerintem elkezdhetjük összevonni az embereinket. Ugyanis ez így annyira nem jó állapot, ami most van. Manage employees, manage nem hire, anyád se szeret. Na, mindenki akkor egybe fog tartozni. Change team, kor, oké. Okay. Na, és mindjárt felveszünk melléjük egy nagyon jó emberkét is. Mármint egy leadert. Ezt a két helyet pedig összevonjuk. Így, gyönyörű lett. Ezt egy kicsikét áthelyezzük. Hoppá, nem így. Mindig elfelejtem, hogy mivel kell. És hát azt még ki kell találni, hogy ez hogy is nézzen ki. Ez most ide nem kell szerintem. Yes, thank you very much-kára. Szóval... Ezek az elhelyezések... de hangos volt-e. Annyira nem biztos, hogy jók. De ez majd kiderül a későbbiekben. Még hogyha ide mögéjük rakunk hasonló megoldásokkal, akkor talán jó lehet. A dolog. Ezt így duplikáld le, léci. Oké. Nagyon jó. Mi az anyádban? Reach this lamp. Ja, ott van egy lámpa. És ezt nem tudják elérni. Hát akkor, az meg. Akkor itt lesz a lámpa. Na, örüljetek neki. Jó, azt hiszem, hogy ez is itt egy kicsikét talán útba lehetne, hogyha olyan játékot játszanak, amiben ez számít, de nem olyan, hogy játszunk. Szóval lett egy csapatunk, akiknek kelleni fog egy olyan helység is, ahol tudnak meetinget tartani. Egyébként sem árt, hogyha van olyan helysége egy ilyen cégen belül. Szóval először is veszünk területet, mert hátrafele most még nem építkezünk, meg egyébként sincs arrafele sem túl sok lehetőségünk. Szóval kicsit erre elkezdünk terjeszkedni, és igazság szerint azt találtam ki, hogy itt lesz egy meeting room. Nem sok, hát hogy talán akkora, mint maga a dolgozószobánk, illetve lesz mellette egy szerverszoba. Egyelőre ezek az ötletek támadtak meg engemet. Ezt így összemergyeljük. Egyéni. Helyes, nagyon jó, nagyon szép. És toljuk is tovább. Itt lesz egy ilyen meeting room, és hát hátrafelé még el kell tudni majd jönni. Innen hátra tudnak majd menni, szerintem ez lesz a megoldás. Meeting room és egy szerver szoba. Ezeket így gyönyörűen összetákoltuk. Most már nem. Nem? Mennyi nem? Úgy. Na, az a helyzet, hogy még nem csináltunk. Hát ugye jó lenne már egy recepciós is, azért mindenképpen. Illetve kell majd mindenféle jópofa dolgokról gondoskodnunk. Anyukádat is. Egy. Nagyon jó. Szóval, hogy minden szép és jó legyen, szerintem klimatizálni fogjuk a helységet. Ugyanis, hogyha ide rakjuk a klímát, akkor le tudja hűteni az egész mindenséget, ha minden igaz. Legalábbis, ha jól dereng, akkor valahogy így működött a dolog. De nem vagyok benne teljesen biztos. Na, azt mondja, hogy van itt ilyen meeting roomunk, oda legyen be egy ilyen,
Ventilation, small ventilation, air direct. Ja. Ez kívülről hozná be a levegőt. Ez annyira nem hülyeség mondjuk egy WC esetében. Anyukád. Tehát az ott egy tökéletesen jól funkcionál dolog lesz. Viszont nekünk nem ez kell. Feltétlenül. Egyébként nem ártana, hogyha raknánk le majd... Ja igen, Windows-t akartam. Tényleg, ezt akartam. De okos vagyok, Istenem. Ezért legyen már egy-két kis természetes fény is bent. Itt egyelőre így lesz a megoldás. Nem feltétlenül a legjobb húzás egyébként úgy lerakni, hogy a géppel szembesüssön a nap. De hát mindegy, most ez így alakult. Na, azt mondja, hogy azért lámpák kellenek. Legyen egy itt, meg egy itt, és ez már mindjárt úgy megvilágítja az egész helységet, hogy azt öröm nézni. Na de, álljunk vissza akkor. Meeting roomot kell csinálnunk. Ez egy kis asztallap. Hát szinte minden nagyon nem is nagyon férne el egyébként. Hát, fene tudja. Elég hülyén néz neki, szerintem. Mert egy ilyen körasztal tudunk akkor csinálni. Veszünk még egyet. Nem. Bocs, mindig félre nyomok. Így, és akkor már tudnak is nagyban meetingelni. Ilyen nagyon komfortos székeket fognak kapni. Ez azért így egész tűrhetően néz ki. Valljuk meg. Kapnak ilyen szép kis képet, meg növényt, meg nem tudom. Kicsit elkapattam magam szerintem. Na, office. Nézzük, hogy mi van az office-ba. Ó, lesznek ilyenek is. Ezek, ugye, mint említettem, ilyen modolt cuccok. Egyelőre nem nagyon foglalatoskodunk velük. Aztán office-ban más, egyelőre nem nagyon kell. Ezt 90-ben lehet majd elérni. Addig még van időnk, ha jól sejtem. Nem tudom, most mennyibe vagyunk egyébként. Reception. Na, azt mondja, hogy csinálunk most már egy recepciót, ami elég hülyén fog kinézni, mert itt lesz a minden mellett, mögött, jobbra-balra, előtt. Értitek? Na, szóval. Reception desk. Mindig rosszat nyomok, hogy baszolj meg. Már bocs. Legyen már akkor itt is egy ilyen nagyon jó cucc. Órát nem rakunk le. Radiátorunk van, fény az van. Oké. Okay. Server, utility. Utility-t rakunk le, AC unit, ez itt kurva hangos lesz egyébként, de legalább lesz. Már azt rakhatjuk ide is. Server szobán amúgy is rohadtul hangos lesz a dolog. 147 négyzetméterre raktuk rá egyelőre. Industrial ventilation, ez pedig a szervereket tudja olyan szinten hűtve tartani, hogy ez nekünk jó. És azt mondja, hogy pont nem így kellett volna lerakni, mert három sorba tudnánk így szervereket rakni, ha jól látom. Így, ezt pedig hát át kéne raknunk a másik oldalra, de nem fogjuk tudni. Ugyanis itt van az AC-nk. Hát nem vagyok benne biztos, hogy ez így el fogja bírni a rendszert. Legrosszabb esetben egyébként ezt ott adjuk, és akkor ott egy gépet kihagyunk, ezt megvan oldva. De akkor legalább van serverünk. Illetve akkor tervezzük meg a dolgot. Oda lesz egy lámpa, oda meg még egy lámpa. Na, ez így már fél siker. Kell hozzá asztal, mert ezeket nem lehet csak így a földre ledobni. Hát azért ez milyen lenne már. Ugyebár office, ilyen olcsó szarokra fogjuk rárakni, amint be tudom forgatni. Egy. És... építhetjük is. Így is hagyni kell egyébként, hogy tudjanak mozogni körülötte. Mi a szart raktam ide? Radiátort! Az anyámnak raktam én ide radiátort. Na mindegy. Oké, okay, köszi. Ezt akkor dupticsáljad, köszi. Égyni. Jó, szerver. Egyébként elég lett volna egyet lerakni.
Nem, köszönjük szépen. Szóval... Leraktunk egy rakat szervert. Ezeket most össze kellene majd kötnünk. Na. Hol vannak a szerverek? Ezeket az egy mindig elfelejtgetem. Server 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jó fasz. Minden a köbön. Na, összekötjük őket. Megfogjuk az egyiket és kötjük tovább. És így tovább. És ez a lényeg, hogy úgy kell őket kötögetni, hogy amit be akarunk kötni, azt arra kattintunk rá először, és utána húzzuk be a többibe. Ezek ugye így akkor összeadódnak a teljesítmények, és ez mindenkinek nagyon fúcs, szupi. Na, jó, ez meg volt. Maradt egy darab 375 megabit per szekes szerverünk. Ezt át is lehetne akár nevezni, hogy ez a MainQS szerver. Rinémeltük, és nagyon jó. Innentől kezdve, hogyha dolgozunk valamin, akkor ezt a szervert tudjuk használni. Ó, basszus kulcs. Tudjuk használni majd. Nagyon szépen. Arra, hogy ugye ezt a kód megosztó, vagy hogy mondjam, ilyen rendszer, CMS rendszerünket tudjuk majd vele használni. Ez sosem árt. Receptionistet fölveszünk. Most már ezt a kettőt is tudjuk. Ezek egyébként ilyen bérmunkát, mint hogyha jön ide ilyen más cégtől ember, akkor bérmunkát fognak tudni fölvenni. Na, de föl kell vennünk leadet. Specialization, mindenfélét megnézünk. Oké. Na, azt mondja, hogy skill. Good skill 77%. Nem is kell több. Fölvettük. Ja. Fölvettük, mostantól ő itt a leadünk. Majd elküldjük szépen, hogy dolgozzon. Egyébként elfejtettem, hogy ki mit tud. Na, ez egy kóder. Illetve hát egy mindenféléhez ért azért, egész tűrhető. Melyik volt ez? Ez volt az. Te ne csinálj mindent, te vagy a lead. Így. A többit meg majd ő beosztja, ha akarja. Na, az a helyzet, hogy 3D-hez senki sem ért. Pedig az majd jó lenne. Főleg ennél a játékos megoldásnál, bár hogy látom, itt is még csak 2D kell. El lehet őket küldeni mindenféle tanfolyamra, és akkor az nekünk jó. Mert ezt látjuk, hogy ez jó. Na, mi hiányzik? Egy design, egy kód. Kóderünk az van. Ő egy ilyen... Hát így ért valamennyit mindenhez, de ez ugye inkább ilyen artos. Illetve van még egy designerünk, és egy félig meddig kódosunk. Szerintem egy programozót még felvehetnénk egészen nyugodtan. Megmondjuk majd egy marketinges sem ártana, de na mindegy. Programmer, ő 3D-re legyen rászakosodva, mert olyanunk még nincs. Oké. Okay. Skill, meg is van. Meg is van az emberünk, ő viszont csak programmer lesz szerintem. Mert máshoz annyira nem ért. Jó. Erről ennyit. Na, menedzseljük a staffunkat. Te vagy az a egy ember, aki nem nagyon vágja a többit. Bár egyébként lehetséges, hogy későbbiekben fölfejlődik, meg ilyenek. Tehát csak azért vettem fel, mert volt még egy hely pont annyi. Ja, persze, jött a következő nap. Na. Azt mondja, van erre még 4 hónapunk, hogy befejezzük. Remélhetőleg most már mindenki jól érzi magát, meg iszogat, meg ilyen. Na, dealünk még nem jött egyelőre. Lehet egyébként, hogy nem lenne olyan rossz ötlet építenünk egy parkolót, illetve egy oldalsó bejáratot is akár a parkoló mellé. Előre fele itt nem tudunk sajnos építkezni. Azt már látjuk. Jó, építünk egy kisebb parkolót. Egy nem túl nagyot. És akkor... hát egy oldalról is be tudnának jönni elvileg. De... hát nem tudom. Nem tudom még egyelőre, hogy merről legyen. Erről lesz a parkoló. Egy a fele.
arra van úgyis a szerver, errefele nem fogunk annyira terjeszkedni szerintem, de hát ezt majd meglátjuk. Na, honnan van ez a cucc? Roads. Road meg parking. Nagyon jó. Akkor ide lesz egy út, ide meg parkingolnak. Mekkora a parking? Vertikál, horizontál. Aha. Ugyanakkora, mint a road. Szóval... ja, nagyon jó. Hát itt akkor csak parking lesz. Egy. Kettő. Elfér. Nagyon jó. Egy. Egyelőre. Ez így csúcs szuper. Na, és hát ugye megbeszéltek, nagyon ügyesek, megbeszélték, hogy igen, ezt így csináljuk, most meg úgy, most megtudod, nem, akkor csináld, jó. Tehát nagyjából így néz ki egy ilyen megbeszélés, semmi extra többet nem kell beleképzelni. Viszont elég erőteljesen fogy a lóvé. Nem is kicsit, hanem nagyon. Na, ti meg most már fejezzétek be ezt a izét, ezt a cuccot, és akkor csináljuk már meg ezt a... És mi van? Oké. Okay. Ja, develop. Ó, bocs. 3 hónapunk van elkészíteni az egészet. És nem lenne rossz, mert ebbe csak 56 000 fog bejönni. Tehát... nagyon jó vagy. Beteget jelentett. Hát egy kicsikét elkapkodtam ezt a expandolást. Szerverre rányomjuk, hogy ez legyen ezen. És akkor most már majd lesz rajta tárolva valami. Research, nem tudom még researcholni, miért nem tekertem még tovább, ezt nem tudom. Na, azt mondja, hogy egy processzünk van rajta, nem tudom ez a fallback mit akar rajta jelenteni. Count 15, 15 szerverből állunk, és ez az egy, amit ugye mi csinálunk, ez foglal bele 5 megabitet, ami nem sok, tehát hogy tök jó. Na, és hát azért elég erőteljesen dolgoznak az elkészülésén. Lehet majd még föl kéne venni, mint hogy... ó, jött egy megbízás. Marketing. Hát marketingesünk az pont nincs, azt most nem fogunk csinálni. Köszi. Na, vége a napnak. Nagyon jó. És most pont az lesz a probléma, hogy mindenki egyszerre fog elhúzni a francba. A szabadságra. Ez azért annyira nem buli. De majd ezt akkor egy ilyen kis részleggel át fogjuk hidalni. Na, ez akkor kész van, bugokat kijavítják, és megkapjuk szépen azt az 50, nem tudom hány ezer dollárt, amit ígértek érte. Jó, köszönjük szépen. Na, bugik kijavítva, kész is. Megkaptuk a pénzünket elvileg. Összesen ennyi, tehát egy... húha. Hát nagyon gyorsan kell majd csinálnunk valamit, de most itt tényleg nagyon gyorsan. Tehát, embedded system. Motor, termosztát, user interface. Jó, itt nem kell olyan túl sok user interface-t csinálni. Ezt elvállaljuk, és mindenki rajta lesz. Arra elfelejtettem megnézni, hogy hány embert jelöltek ki, hogy mennyi kéne neki, de szerintem egy ilyet is nyugodtan elvállalhatunk mellé, és akkor így párhuzamosan csinálják a kettőt. Ez hamar kész lesz, ebből gyorsan lesz pénzünk. Remélhetőleg. Az a 10 000 is 10 000, tehát jól jön minden kis pénzecske, és ez kész is lett. Aztán indíthatunk szerintem majd saját kis projektet is. Egész tűrhetően ment az előző programunk. Original IP, igen. Ez egy 2D editor volt, és CM az majd itt lesz. Így van. Mi legyen a nevünk, mi legyen a nevünk, mi volt a múltkori? Q2D Edit 1.1. Nagyon, nagyon jó lesz. Innovation, nem tudom, hogy ez az innovation, ez miért lesz low ilyenkor egyébként, de ugyanannyian fognak rá menni majd. 83-at írunk, 86-ban jön a következő olyan dolog, ami ezt támogatni fogja. Na, akkor még kiválasztunk néhány fasza oprendszert. Hát ezt a 3-at több nem kell. Az a másik annyira nem megy, ahogy látom. Jó.
Dependency nincs, ezt elkezdjük csinálni. Marketing kampány, hát végül is mehet, miért is ne. Azt is ráterheljük itt az emberünkre. Igen, az a baj, hogy itt már egy kicsikét sok nekik ez az egész. Főleg, hogyha még egy marketinges is van. Tehát az már egy, mint hogy egy ilyen plusz munka, az így már kicsit betesz nekik. Hát ez egy ilyen meló. Anyukát se szeret. Ezeket itt duplikáljuk. Felveszünk egy marketingest. Meg ezek miért vannak még itt, hogyha vettünk már izét? Légkondit. Ami elvileg bírja is a cuccot. Ja, ennyi. Nagyon jó, helyes, jól teszi. Nem tudom, milyen az idő ide bent, tök jó, 21 fok van. Na, szóval igen, kicsit stresszesek az emberek, mert hát bassz a csőrüket, hogy egy kicsikét túl sok munkát raktam a nyakukba, meg tudom érteni. Ez bizony megesik. Így, mi két embert felveszünk melléjük, egy designert meg egy programmert szerintem. Jó, ez is jó jön, hogyha van 3D-s designerünk. Kicsikét egyébként sok lesz valószínűleg a... Hát ez így annyira nem jó. Na mindegy. Jó, téged felveszünk. Te még normális vagy ebbe a csapatba. És akkor még felveszünk egy programmert is. Meg egy marketing. Jó, basszus, egy marketingest akartam még felvenni. Ó, tényleg. Nagyon jó. Begin looking. Good. Nem biztos, hogy pont ehhez a csapathoz kéne, szerintem kéne egy külön marketinges csapat hozzá, viszont az kell egy külön... Jó, csinálunk egy külön kis irodát majd neki. Először most még itt lesz bent, minden esetre, mert nincs helyünk. Mert mint hogy csinálni kéne egy plusz irodát, de most így hirtelen nyében, előbb legyen kész ez a cucc. Marketinget pedig rásózzuk másra, szóval, ja. De csinálunk egy külön marketinges csapatot. Manage Teams. Marketing. Addoljuk. Nekik tök mindegy igazándiból, hogy ők mikor mennek szabadságra. Szóval, ide jöhet majd a marketinges csapat is. 2-4-8 férőhely van. Azért még egy programozónak is biztosítunk itt helyet, hogy legyen még egy extra emberünk. Mert az sosem árt. Hát kicsi zsúfolt lesz, de legalább senki nem fog átnézni másikhoz. Milyen díjeink vannak? Ezek egyébként nem rosszak, tehát tök jó, hogy jönnek ilyenek. Hosting. Jó, hostingolni most még nem hostingolunk, már... Ó, maximum az csak 94,4 gigabit per szekundum. Hát ezt nem fogjuk tudni nekik megadni. Jelen pillanatban 8 megát használnak, nem annyira. Tehát a supportok azok egész jók, mert azokkal nem jönnek orba szájba. Néha-néha beesik egy-egy ticket, azokat megcsináljuk és kész. Tehát ezeket úgy kifejezetten szeretem. Na, egy 3D-s programozót még felveszünk, illetve egy marketingest. Ezeket beszéltük, ha jól emlékszem. Nagyon jó. Jöhetsz. Gyere. Üdv a klubban! Jó, értem én, hogy neked valami problémád van ezzel az egésszel, de most nem érdekelsz. Marketinges, oké, begin looking. Hát te a marketinges csapathoz fogsz tartozni, 54%-kal, ez annyira nem jó. De legalább valamit fog tudni csinálni. Ja, nem. Mindig félre nyomok, múltkor is ezzel basztam el. Most már utólag rájöttem. Na, és akkor a marketinget azt ugye átrakjuk a marketinges részlegre, ami egyébként most meg ugyanott van, mint az összes többi emberünk, csak máshogy hívják. Na, égni. Most meg kocsival járnak az emberek dolgozni, ezt jó látni, üdv néktek, kíméljük a környezetet, mint állat. Na, 9 ticketünk van bent, így van, de azért is kapunk pénzt, minden hónapban megadott összeget. Azt megkapjuk érte. Hogyha ez esetleg majd a végéhez ér,
Az a baj, hogy 2 hónapunk van már csak befejezni, és nem fogjuk. Az szinte biztos. De amint ez így sikerül, akkor csúri jó lesz. Mert akkor tudunk figyelni a saját cuccunkra. Lehetséges egyébként, hogy addig ezt le kéne állítani. Legalább még befejezik. Mert ez így annyira nem kóser. Nem fogjuk tudni befejezni, szerintem az a helyzet. Főleg, hogy ezt ugye dizájnolni, nem csak dizájnolni kell, hanem létre is kell hozni. Ezt viszont nem tudom pózra tenni, tehát hogy ezt így most jó. Ez legyen 2-es prioritással, ez meg menjen 1-essel, és akkor így. Inkább ezzel foglalkoznak most. Legalábbis ha jól sejtem, akkor ez ezt akarná jelenteni. Jó, developoljuk. Na, talán az egy fokkal gyorsabban fog menni, viszont 1 hónapunk van rá, az biztos, hogy nem fog befejeződni. Ez gyakorlatilag 100%. Főleg, hogyha ilyen sokat pofáznak itt a túloldalt. De legalább próbálják csinálgatni. 12, hát ez nem lesz meg. Sajnos, ez van. Nincs mit tenni most már. Igen, túl hamar fogtam bele ebbe a saját projektbe, az az érzésem. Illetve hát ugye megy mellette azért a support is. Az is elég sokat elvesz. 1 hónappal le vagyunk már maradva. Ez bizony ilyen. De hát csak azt az 1 hónapot fogjuk késni, az még annyira nem olyan egetrengető nagy gebasz. De már így is... így sem annyira jó, hogy késtünk itt azért ez a... hírnevünknek egy kicsikét így be tud tenni. Na, azt mondja, hogy kellene ilyen kis kontraktőrkök, amiket hamar meg tudunk csinálni. SCM non, de van, tessék. És akkor megcsinálja, így né. Muszáj ilyen kicsiket mellébe vállalnunk, mert különben ténylegesen be fogunk csődölni. Beadjuk a kulcsot a végén. És amíg vannak ilyen kicsik, addig azokat így szépen meg tudjuk csinálni. Az 1 hónaposokat, azokat lazán tudjuk vállalni szerintem. Viszont ha csak egyet vállalunk, az nem lesz neki elég. Abszolút nem lesz elég. Promót. Mert azért kapunk 10 000-et, viszont egy emberünk keres 3-4 000-et. És vagyunk 80-10. Tehát 40 000 csak az, hogy őket kifizessük. Ez bizony annyira nem buli. A supportért meg nem kapunk olyan sokat. Per day, tehát naponta kapunk érte 7 000-et, hát akkor vállunk még egy ilyet. És akkor kapunk majd zsetonyt még. Most egyelőre dolgoztak itt mindenfélén. Á, jó, elfogadjuk mindenkiét. Plusz 900 dollárt visz el a konyháról ez a kis fizetésemelés. De hát muszáj, hogyha akarunk bármerre is haladni. Szerintem ezt is csak ilyen jó szintig fogjuk csinálni, különben nem lesz elég pénzünk. Még ilyen kis dolgokat bevállalhatunk. Embedded System, ez szerintem gond nélkül, bár itt a User Interface, általában az ilyenek viszik el a sok időt belőle. Szóval ők csinálják. Ezt pedig nem értem, hogy miért nem lehet beállítani, hogy automata legyen. Nem mindegy. Ezt is ti csináljátok, így né. Na, ez itt már át is lépte a szintet, amit meg kellett ütni. Nem kívántak túl sokat. Húha! Hát igen, most egy kicsikét már belenéztünk a... Egy pislokhatunk. Too many teams in one of your rooms. Tudom, baszod, de nem tudom egyelőre hova tenni őket. Jó, most egyelőre már marketinggel az így fejezzük be. Most így nem marketingelünk per pillanat. Van marketinges ajánlatunk is, ha jól láttam. Ez az egy darab, ez biztos, hogy van. Van több is. Jó. Egyelőre egyet biztosan rábízunk, de valószínűleg inkább 2 lesz belőle. Egyet. Hát még egy marketinges feladatot rábízunk. Ez hozza többet, hát nem sokkal többet, de többet. Lényegesen.
És ezzel kapunk már, hát nem olyan sokat, mint jól esne, 14-15 ezret. Mellé még egy 10-15 ezret összeszedünk, akkor már nagyjából nullán tudunk állni. Viszont itt tényleg egy picik és sok meló hárul rá erre a csapatra, és bizony van, aki be is dobja a törlő között ugye a végére. Azt lehet látni. És lesz mondta, nem tudjuk befejezni még ezt a kicsit se. Azt a kúrva. És mennek haza, és mint aki jól végezte a dolgát, pedig nem végeztétek jó a dolgotokat, basszus. Jó, tudom, kicsit túl vannak terhelve, de erre mondja a főnököm, hogy multitasking, csinálni most, rögtön, azonnal mindent. Szóval ez nem kifogás, hogy ez így megy. Ha. Igen, ez így már kezd egyre kevésbé vicces lenni. Kicsit túl gyorsan kezdtem el biztosan csinálni ezt az egész megoldást. Mármint az, hogy így nagyon fölterjeszkedtem. Kevés pénzünk folyt be belőle. Release kiadtuk, de hát ugye nem kaptunk érte túl sokat, már nagyon elkéstünk vele. De úgy értsétek, hogy baromira nagyon. Jó, ezt viszont biztosan meg tudjuk csinálni. Ez egy viszonylag kicsi command line-os dolog, itt nincsen user interface, meg semmi ilyesmi. Ez csak user interface, ez kétdimenziós, art, meg ez is. És itt jó, good quality kell, az annyira nem jó. Buddy. Itt elég egy bel is. Hát talán még ez is belemegy. Egyszerre csak egyet szerintem. Éppen eleget szenvednek a saját fejlesztési plogalamunkkal. Nem kell még tovább terhelni, feszíteni a húrt, mert tényleg el fogunk fogyni. És nem csak a pénz, de még az embereink is. Call Limited! Nagyon jó. Kaptak a tehenek új programot. Na, igen, most elkezdhetjük majd az újakat. Még csak dél van. Jó, akkor kezdjük el. Ezeket is, ezt is megkapják ők. Hát megesik, vannak ilyen kis dolgok egyébként, amikor igazán a két hét van az egészre, hogy megcsinálják. De ezen feltétlen baj. Na, oké, ez már elérte a jó stádiumot. Szerintem akkor, amint a D betűt eléri, akkor állítjuk is tovább. Mert minél előbb kell belőle nekünk zseton. Na, illetve, hát eljött az a pont, amikor a marketingünkről elfogyott a szusz. Designt azt most nem vállalunk. Supportot azt vállalunk. Egyébként tényleg így kell mondani, support. Nem support, meg ilyenek. Supi. Jó, hostingot is vállalunk szerintem. Itt megabitenként fizetnek, egyébként ez nem egy rossz dolog. Vállunk valamilyen supportot, ezt elvárjuk, mert ez sokat hoz, viszont nem a marketinges csapat fogja megkapni, hanem mi. Marketingre pedig, hát valamit oda is passzoljunk le. Na, ezt majd megkapják ők. Oké, rendben. Hát még egy olyan 10 percet folytatjuk. Toljuk. Azt nem ígérem, hogy addig, amíg kiadjuk a következő kis programocskánkat, bár akár mehetne addig is, de nem. Minden fontos, tehát mindent, amit éppen itt csinálnak az emberek, az abszolút fontos. A másikra hál' Istennek nincs még bent ticketünk több, meg amúgy is mindenki éppen el volt foglalva az, hogy beszéljen. Ezt kiadtuk, meg is kaptuk érte a pénzünket. Még valamilyen beágyazott rendszert, vagy valami hasonlót jó lenne csinálni, ide túl sok dolgot kell implementálni, de legalább elég nekik az, hogyha szar. Viszont drága ahhoz képest. Itt egy GUI,
Third party integration, ez egy kicsikét sok, de hát nincs mit tenni. Vannak egy kis két hónapos dolgok is. Ennek médiumnak kell már lennie, tehát ilyen közép kategóriásnak. Ez viszont kifejezetten szar is lehet. Szerintem most ezt vállaljuk el így hirtelen. Így né. Talán most már sikerül nagyjából egyenesbe hozni a kis céget. Hát ez majd kiderül. Nem, még mindig 10 000 mínusz basszus kulcs. Igen, jó lenne, hogyha egy kicsit jobban összeszednék magukat az emberek. Bugfix meg volt, kész, kiadtuk. Nagyon jó. Na hát, nagyon sokat kell egyébként elvállunk ahhoz, hogy ezt most itt tudjuk tartani. Ilyen kicsiket muszáj vagyunk. Muszáj, hogy csináljuk, mert egyszerűen nem jó. Itt is jó lesz az, hogyha ilyen kicsike. Oké, ezt is vállaltuk. Megy is. Megy is minden. Mindenki dolgozik mindenen. Hostingot esetleg tudunk még vállalni. Ez nem sokat eszik még belőle, tehát 100%-nyi az, ami föl van belőle zabálva. Viszont ha egyszer az átlépi a kellemest, akkor az annyira nem jó. Support, 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 design, support. Több supportot annyira nem lenne jó bepakolni. Development, design, support. Hát... Design for fast valami. Itt is egyébként azt hiszem mindenért havonta jön az a pénz. Viszont hogyha nekiállunk itt dizájnolni. Akkor az annyira nem buli. Itt viszont most mindenkit. Rá fogunk tenni, hogy autójobos legyen. Autóról. Mindenki autóról lesz. Na, én. Autóról. Nem. Hol van az a seg? Ez lead. Így. Na. Mindenki marketer, meg designer, meg programmer, meg van egy artistunk is. Az a baj az artista, hogy olyankor nem foglalkozik semmi, tehát hogyha nincsen artistás munkája, akkor nem... Kolófasz nem fog csinálni. Tehát itt ül és uncsizik. Nagyba. Szóval valamilyen ártos megoldást rá tudunk nyugodtan aggatni. Éppen emiatt. Mert ő... Ja nem is, ő designer. Ő már befutcsolt, akkor ő mi az anyja van. Ja, csak nincsen dizájnunk nekik. Jó. Akkor, tehát ilyenkor így föl tudunk venni. Most itt mi van? Ja, ezek contract work-ök. Ilyet, dizájnt. És akkor 24 ezeret kapunk csak azért, hogy azok ott nem unatkoznak. Azért azért nem szar. Szerintem legalábbis. Viszont akkor valami nagyobb fajta dolgot fognak kapni. Egy. Ezt el is vállaltuk. Így né? Na, csináljátok. Legyetek oly szívesek. 20 hónapjuk maradt. Addig kapjuk ezt a 20 000-et, az már jó, már vállalható. És most már végre fölfelé ível a kis karrierünk. Fulfilling contract. Mindenki csinálja maga dolgát. Végre egy kis pénz. A pénznek a szaga. Átjár minket. Jaj, mindenki szabadsága van, tényleg. De jó. Last month. Hát ezt nagyon elkúrtuk. De legalább átlépett beta státuszba. Ez a szar. Mint hogy így, na. Ki lett tesztelődve. Yes. Release. Kiadtuk, csak volt benne néhány bugi, de legalább kaptunk érte zsetont. Na, jól van. Jó, basszus, látom, hogy túl sokan vannak egy helyen, de nem tudok valamit csinálni. Na és ezt egyébként át tudjuk adni bármilyen állapotában, tehát akár ebben is át fogjuk tudni. Ezt egyébként most állt össze csak a fejemben, hogy tudjuk arra használni, hogyha egy csapat éppen ugye a develop fázisban van, és a designereknek nincs már mit csinálniuk az adott projekten,
Akkor nem is egyszerűséggel beadunk nekik egy ilyet, és akkor legalább dolgoznak valamin. Bárha van éppen valamilyen megbízás. Mert most, ahogy láthatjuk, kicsit lejjebb ment a szintünk, mert szarállapotba adtuk át a programot. Megesik. Na, ezt is megvárjuk, hogy átessen a ló túloldalára, és good legyen. Very fucking good. Csak megint mindenki meetingen látod. Inventory block. Oh! Tényleg! Maintenance, IT support, minden. Ja nem, basszus, nem fölvenni akartam. Basszus. Call. Így. Hívunk. Hívunk mindenkit, mert lehet, hogy már szarok a gépek is. Ezt azért nem dolgoznak itt az emberek. Nem, egy kicsikét pisilnie kell, és nem tud. Hát az tényleg szar. Ezt aláírom. Hát, ja, lehet, hogy kéne majd több WC. Az sem hátrányos, hogyha el tudnak menni az embereink WC-re. You're heading to bankruptcy. Van még itt valaki, és mit csinálsz? Ja, állt is. Gyerek, jó, oké. Okay. Jó, hát azért nem headingelünk oda. Most pont így kiegyenlítetten állunk per pillanat. Ez egész jó ötletnek tűnik, hogy ez itt van. Viszont elkezdjük akkor marketingelni a mi cuccunkat. 1800, és a marketing fogja ezt csinálni. Oké, okay, start. Hype-oljuk egy kicsit meg, hogy mire eljön az idő, hogy kiadjuk, addigra már úgy tudják, hogy jön, úgy egyébként. Ugye 86-ban ez csak elérhető a következő valamilyen extra megoldása, illetve egy új oprendszer mellett lehetne valami pluszt még beletenni, csak nincs még olyan oprendszer, ami ezt tudja kezelni. Szóval ezért sikerült így. Na, szóval ezek most így egész jól haladgálnak, mondjuk úgy. Szépen lassan befejezik a programot. Befejezik akkor a programot, és utána, tehát addig tart a rész. Befejezzük, megnézzük, hogy mennyire tud jól startolni. Nagyon jó. Most már elérte azt a stádiumot, amiben elkészíthető. A supportunk az egyik közben megszűnt, mert mint lejárt már az ideje. A dizájnunk az egész jó most már, középkategóriát már elérte. Most nagyba javítjuk a hibákat. Te ki vagy? Te vagy az artist. Ilyenkor neki nincs mit csinálnia. Ez shit happens, de megesik. Megesik, néha egy kis pihenőt kell neki adni. Addig el tud gondolkodni az élet értelmein. Már ha tudja, hogy mi az. Jó, nem fogunk semmi ilyen izébe menni. Tudjuk, nagyon magasak a kiadásaink, a balanszunk az most azért már egész tűrhető. Tehát, na. Volt már rosszabb, de volt már sokkal jobb, tehát... Na mindegy. Deals, distribution. Igen, a dealekből egyébként egész sok jön. Salary az melyik? Hol vagy? Zöld. Igen, az lefele viszi. 25 ezerbe kerül, 29-30 ezer nagyjából a fizetésekre, ami elmegy. Ez a piros, ez marketing? 147, nem tudom, hogy ez most mit akar. Na mindegy. Jó. Tosszjuk azért neki. Lassan kész vannak a hibajavítások is. Hála a jó égnek. Február van. Ó, már most igen, egy kicsikét megcsappant a bevétel. Valószínűleg a marketing az elvitt egy keveset. Shit happens, ugyebár. Ahogy szokták mondani. A nagyok is. Na, jó. Ezt akkor most már ki is adhatjuk. És adtuk. Igen, akarunk neki marketing kampányt csinálni mindenhol. Igen, a marketing csinálja. Start. Oké. Okay. És addig felvezünk valami plusz dealt. Development deal lesz szerintem. Az jó, game engine. Mondjuk azt nem szeretjük. Audio tool, game. Audio tool, game.
game. CMS. Ó, CMS-t is tudunk csinálni vele. Ez megint játék, és ez egy CMS. Hát nem is tudom, miben segítkezünk. Development kell mindenféleképpen. Az a baj, hogy ezek ugye mind játék. Az audio tool az érdekes lehet szerintem. Azt fogjuk csinálni. Ezt csináljátok szépen. Audiohoz nem feltétlen értenek eléggé. Az a baj, hogy ez meg már régi volt. Bassza meg. Nagyon, nagyon fos állapotba fogjuk. $1,000,000. Beautiful piece of engineering. Semmivel nem tud többet, mint az előző. Nem baj, vigyék, vigyék nyugodtan. Vicces azért. 10,000-re vették meg. És hát mivel eléggé drágán adjuk, ezért tényleg elértük az $1,000,000. Szóval, ja. Fasza. Az égvilágon semmivel nem tud többet. Van egy ilyen minőségbiztosítás, vagy hogy mondják ezt rá. Tehát, hogy még foglalkozunk vele egy darabig, de semmi extra. Szóval nem is értem, hogy ez hogy tud ilyen jól szerepelni ilyenkor. De most így komolyan, tehát ez vicc. Vicc kategória. De van 1,000,000. Most már tudunk építeni plusz irodát, a másik, tehát a marketingnek, mert most már még csak az van, így mellé. Aztán ne kell majd csinálni valami nagyobb dolgot ezzel a kis csapattal, ha már ilyen jól összerázódtak. Ne, jó, azért nem, de ha már így értitek, tehát így csinálják a dolgokat azért. Még van ebből egy hónapunk, az egész tűrhető. Van, aki már beteget jelentett. Vicces, hogy a nap végén jelentenek beteget. Az a baj, hogy ezt ma át kell adni. Szóval ez annyira nem vicces. Ebből van még 10 hónap, ez jó, viszont ez az utolsó ebből. Na, hát igen, egész jól hozott a konyhára ez a cucc. Nem, köszönjük. Itt tudunk berakni pénzt. Ugye, ezzel berakjuk, ezzel visszahozzuk. Ugye csak 45 eurót tudunk kiszedni belőle jelen pillanatban. Viszont, hogyha rakunk be, akkor jobb, több kedvük lesz idejönni az embereknek dolgozni, hiszen be vannak biztosítva. Szóval egy 200,000-et berakunk most. És akkor már látjuk, hogy még így is van 912,000, tehát az 1,000,000 az egy ilyen erőteljes satsz. Hát insurance, pension per izé, life insurance, mindenki be van biztosítva egész tűrhetően. Hát nem annyira, mint amennyire jó lesne, majd hogyha lesz még pár milliónk, akkor folytatjuk tovább. Itt a marketing egyébként nem árt, hogyha megy még egy kicsit. Egyébként ezt olyan 2-3 felé átrakjuk. Átment már a mediokréba. És talán még a bugok a nagy részét ki tudják javítani. Ja. Kiadtuk. Hát ez van, utolsó hónap meg volt belőle. Eddig sikerült vele eljutni. Na, fasza! Kiadtuk a második programunkat, ami ugyanaz, mint az első, csak más a neve. De kiadtuk. Fasza. Ennyi. Ideig jutottunk, felvettünk még egy jó pár emberkét, azért még hagy kívánni maga után az egész iroda, meg a helység, meg a minden. Van két új dealünk, lássuk, mi az. Design, meg egy development. Hát most egyike sem annyira mozgat bennünket. Van még hova fejlődni, nyilvánvalóan. Egy nagy céget, hogyha el akarunk érni, akkor még sok időt bele kell fektetnünk. Köszönöm szépen a figyelmet! Egyelőre ennyi voltam. Ha tetszett, akkor lájkold, illetve iratkozz fel, ha még nem tetted. Igyekszem majd ezzel is haladni. Köszönöm szépen még egyszer, Kubi voltam. Szerbusztok!